Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét. Ez megint egy rögtönzött vlog lett. Ugyanott vagyok, mint ahol egyszer már forgattam, ez a Kőbányán, a Mázsatér. Most megint eljöttem haza, és nézzétek, hogy mi változott azóta, hogy itt jártam. Néhány hete voltam itt. Ne is tudjuk ide nektek a kamerát, hogy hát, hogy jobban látszik, de eltakarították innen a sittet. Most már teljesen sima. Annyi ott azt a támfalat meghagyták, de szerintem az annak statikai oka van. De meg fogjuk nézni a túloldalról is, és hát látszik, el van még mindig kerítve. De valószínűleg hamarosan megkezdődik itt az építkezés. Parkosítva lesz, én úgy hallottam. Hát meglátjuk. Kihasználtam megint az alkalmat, hogy erre jártam. Hogy ezt nektek meg tudom mutatni. Megnézzük a túloldalról is. Ohó, és ezt nézzétek, ez nyitva van itt a kerítés, itt be is lehet jönni. Hát akkor meg pláne megmutatom nektek innen belülről is. Már ezt a múltkor nem tudtam megcsinálni. Most viszont akkor itt akkor fotózunk, videózunk. És hát szerintem nincs itt senki, és nem is volt kiírva, hogy nem szabad bejönni, úgyhogy akkor már miért ne. Jöttek egy pillanatot. Ezt nézzétek meg. Teljesen simán a legyomba a plac, építkezés hamarosan meg fog kezdődni. És tényleg, hát ez meg valószínűleg a statikai okok miatt hagyták meg ezt a támfalat. Ebben szinte biztos vagyok. Mert egyébként elég randa, tehát nem hiszem, hogy mondják, viszont szembe az a kör alakú ház, az érdekes, hogy ez a alakú. De ez már régi építési, mert ez ott volt. És pont elmegy egy Hannoveri a háttérbe. Ja, ugye a hármas villamos jár itt, és hát nézzétek meg. Itt van maga ez a támfal, vagy micsoda, amit meghagytak. És egyébként érdekes, hogy körbe van az egész kerítve, viszont pont a bejáratnál meg nyitva hagyták. Hát akkor valószínűleg annyira komolyan azért nem gondolják ezt, hogy be kell keríteni. De hát igazából itt üldizni nincs is mit, mert semmit nem hagytak itt. Úgyhogy végül is igazából érthető, hogy miért nem zárják be. De így legalább jó be tudom így rendesen járni, és akkor hát látjátok. És ki tudja, mire legközelebb erre járok, meg már lehet, hogy készen lesz a park is. Meglátjuk.